napot kívánok! Szeretjük a Mártyán Erdőt! Szeretném megköszönni, ha itt lehették Budapesten, a Junior Magyar Fővárosban. Nem gondoltam, hogy ez lehetséges. Amikor tavaly júliusban magyarul elkezdett tanulni a Delhi Egyetemen. Sokszor elképzeltem, ha milyen lenne a Lánchídon vagy a Margit hídon vezetni. A Balassi Intézet célja az, úgy általában is, hogy a Magyarországról jó képet alakítson ki külföldön. És ebben a folyamatban a diákjaink, a mi szövetségeseink. Valamilyen csoda nyelv számomra, mert hát nekem nagyon tetszik a kiejtése. Szerintem először az csak mint egy hobbi volt, de most már arra gondolom, hogy jó lenne tovább is folytatni a magyar tanulást, mert szeretnénk komolyan foglalkozni a nyelvvel és dolgozni is. Magyar kultúra hatékony képviselete külföldön elképzelhetetlen a magyar nyelv oktatása, tanítása nélkül. Mi a vendégoktatókra tényleg úgy tekintünk, mint kulturális diplomatákra, akiknek nem csak az a feladata, hogy tantermi órákat tartsanak, nem csak az a feladatuk, hogy az oktatási, tudományos kapcsolatokat erősítsék egyetemek között, vagy bekapcsolódjanak a befogadó egyetem tudományos kutatói programjaiba, hanem ezzel együtt kulturális programokat is szervezzenek, nem feltétlenül a saját tanítványaik körében, hanem egy sokkal-sokkal szélesebb közönség számára. Megtartani a diákokat, akik elkezdik a magyar nyelvet, hogy az egy nagy feladat, behívni a diákokat, hogy kezdjenek el magyarul tanulni. És aztán ez is a lektornak egy nagyon fontos feladata, hogy motiválni tudja azokat a diákokat, és ott tartsa a magyar szakon, vagy a magyar nyelvórán, akik már egyszer ezt elkezdték tanulni. A pisztoly eldördölt. Egy diák, ki a futó mögött foglalt helyet a messzél ért vonalnál, az ég felé tartotta a csövet, és bamolta a föst felhőcskét, mely nem mindjárt oszlott el a hajnali levegőben. Castellani a kedvencem. A verseid, a novelláid, a regényeid imádom. Hát vele is tanultam magyarul. Nagyon szeretnék műfordító lenni, vagy csak fordító, vagy tolmács, de ilyen fordítás nagyon érdekel engem. Ezzel szeretnék foglalkozni. Tudom, hogy Lengyelországban nagyon sok munka lehetőség van magyar nyelvvel. Kempis leszek, fác nevelek, kellünk napon egy is kelek. A lektori pozíció az szakmailag is egy olyan gazdag lehetőség, amit az ember csak akkor tapasztal meg és él meg igazán, amikor ott van kint. Ez nem csak egy szakmai, hanem ez egy személyes utazás is, és én nagyon-nagyon sok mindent megtudtam magamról, amióta kint vagyok, és soha egy perccel nem bántam meg ezt a döntésemet, és az életem egyik legnagyobb élménye ez a külföldi vendégoktatói pozíció, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom. Számomra is egy életre szóló élmény. Mondhatom, hogy ahol Bulgáriában voltam 7 évet, a második hazámmá vált ez az ország. És azt hiszem, hogy ez a munkánknak egyébként kulcsa is. Tehát csak akkor tudom én a saját kultúrámat és a nyelvemet felmutatni, és akkor tudom elvárni, hogy érdeklődjenek az én kultúrám iránt, amit én nyújtani kívánok, ha én is érdeklődő vagyok az ő nyelvük és kultúrájuk iránt. És ha én érdeklődő vagyok és nyitott vagyok az ő kultúrájuk, akkor egész egyszerűen otthonra találok
abban az országban, ahová kimegyek.